2016 első 9 hónapjában 26.877 menedékkérőt regisztráltak Magyarországon. Mit gondolnak, hány menekültet fogadtunk be közülük? Hetet. Menekült státusz 127-en, oltalmadott státuszt 232-en kaptak. A 2015-ös számok hasonlóak, kivéve, hogy abban az évben sokkal többen 177.135-en kértek menedéket. Menekülők menekültek Szíriától Magyarországig, mit mond róluk a hivatalos menekült politika, milyen körülmények között fagyoskodnak, akik Szerbia és Magyarország határán várják, hogy bejuthassanak, hol és hogyan élnek, akik ezért vagy azért nálunk maradtak és ragadtak. Megyes Krisztina rendező dokumentumfilmet készített Vámos Szabadiról és az ott épült menekültáborról, Jász Berényi Sándor újságíró, haditudósító, aki Törökországban, Irakban és Szíriában is sok háborús helyszínen és sok menekültáborban is járt, és Földes András újságíró, aki fél Európa menekültáborait ismeri, mint háromnak jövestét. estét. Földes úr, mi újság röszkén? December végén voltam, és továbbra is riasztóak az állapotok, amelyet megfelel az, hogy hogy nagyon hideg van. Uh -huh. És ugye a körülmények egyáltalán nem adottak arra, hogy. De hogy mi vagy? Kívánott pontosan, hogy értem. Ezeket a körülményeket a, a, a menekültek, illetve a, a migránsok túléjék. Szerbiából érkező, és Magyarországra tartó menekültek vannak a kerítés külső oldalán, de már Magyarországon, akik arra várnak, hogy beléphessenek a tranzitzónába, és ott elbírálják a kérelmüket. Naponta tíz embert engednek be. Tízes a, darabot egy nap? Így van. A többiek pedig a kerítés külső oldalán várnak, megdöbbentő, tényleg sokkoló körülmények között, nejlomból készített ideiglenes sátrakban élnek családok, kisgyerekekkel, fával, vagy ö, műanyaggal tüzelve. Én Európában nem láttam még hasonlót idoménit. hivatalosan kinek kellene ellátnia? Nehéz Hivata... kérdés. Nehéz kérdés, hivatalosan valószínűleg, sőt, biztos a magyar államnak, hiszen már a mi területünkön van egy európai ország, nem hiszem, hogy megengedheti azt, hogy hogy családok éljenek a porban, ö, adott esetben azt kockáztatva, hogy valaki megfagy, mm. éhe, hal egyéb ö, okokból, szenved komoly káro, káro, károsodásokat. Ön ezzel a Vámos Szabadi történettel ezt a témát abba hagyta, vagy esetleg még forgat filmet más másról ugyanerről? Ön, magát a forgatást abba hagytam, azért igyekszem nyomon követni, amennyire tudom, hogy mi történik a faluban, illetve mi történik nyilván országos és európai szinteken. Három mondatot mond erről a Vámos Szabadi történetről, hogy értsük, mert nem mindenki tudja, miért. Vámosszabad egy pici falu győr környékén, és 2013 nyarán született meg az a döntés, hogy egy menekültábort fognak a falu határában létrehozni. Amit a falu lakossága, hát egy elég hirtelen elutasító reakcióval kezelt akkor, ami idővel alakult, és. Egyik irányba jobban, másik irányba rosszabb. Tehát, hogy ha hangsúlyosan kirajzolódott az igen és nem oldal igen gyorsan a faluban, amit tulajdonképpen a mai napig egy nagyon erős vonlata a falu. Tehát megosztott A faluban lévő diskurzusnak egy fontos szerepe még a mai napig. De a maga, maga tábor elkészült, ugye? A tábor az abszolút megnyit augusztusban, 2013-ban. Uh -huh. Jászberény úr, milyenek a, milyenek a többi táborok, amik nem Magyarországon vannak, mondjuk Törökországban? Irakban. Hát az iraki tábor, általában ezek a menekültáboroknak az egyik sajátja, hogy ezek általában mindenhol ugyanolyanok. Tehát, hogy, hogy én ott voltam, Iarbakraban, a jezidi táborban voltam kint Irakban, Dohuknál, voltam a Szolivánia mellett az árbati menekültáborban, ezek általában olyan, ugyanolyan struktúrális felépítésű menekültáborok ugyanúgy néznek ki, az a különbség, hogy ugye értem az iraki kurdisztáni területeken voltam, ezek általában a kurdokhoz köthető menekültek. Tehát nagyon etnikailag, vagy, vagy vallásilag, vagy bárhogyan máshogy. Egészen más a helyzet, mire ideérnek az európai határra, vagy ideérnek az Európa. Itt azért már felvegy, felhigulnak etnikailag ezek a, ezek a tömegek. Az a különbség, hogy mi ellentétben mondjuk az európai országok és tisztelt a kivételnek, tehát most pont Magyarország egy rossz példa, de például azért a kurdok erejükön felül próbáltak segíteni ezeknek az embereknek. Tehát óriási mennyiségben fogadtak be embereket. Annak, ö, annak ellenére, hogy óriási a gazdasági válság az országban, nincsenek fizetések, tehát nem kapják meg a, a fizetéseket. Míg mondjuk az előző iraki területekről a, a, az iszlám állam megszállt ezeket a területeket, érte harcok vannak, onnan származó közalkalmazottaknak ö, folyósítja a fizetését az iraki kormány. De Magyarország miért rossz példa? Azért, mert Magyarországon, és én ezt gondolom, és ö, Magyarországon politikai kérdést és politikai, olcsó politikai tőkét kovácsolnak a menekült krízisből. Tehát ö, itt ö, egy ellenséget kell, a legjobb, a legtökéletesebb ellenségképünk van. Van egy ellenségünk, akinek nincs arca. Hm. Tehát aki valójában nem ismerjük ezt az ellenséget, ez egy nem létező figura, mert ugye most itt a gonosz szakállas dzsihadista jön és robbantja magát, valójában nem ezek az emberek állnak a határon, hanem hogy az András mondta, ez családoktól kezdve egy nagyon széles spektrumú tömeg, de ez egy politikai kérdés, ezzel választásokat lehet nyerni, ezzel embereket rá lehet venni arra, hogy elmenjenek szavazni, hogy aktivizálják magukat politikailag, kiélhessék a hazugságai, a gyűlölet iránti elolthatatlan vágyaik, vágyukat, hogy lehessen valakit utálni, aki harmadik személy, aki lehet hibáztatni a problémáinkért. Nekem mindig erről az jut eszembe, hogy a, a magyar menekültügynek a menekültekhez van a legkevesebb köze. Hmm. Tehát a, azok a ö, felvetések, és azok a megoldások, amik elhangzanak hivatalosan a menekültek kapcsán, azok se nem a menekültekről szólnak, se nem az ő ö, helyzetük ilyen vagy olyan megoldását szolgálják. Ennek egyébként a legjellemzőbb példája az, amit körmenden láttam legutóbb. Ö, ide kerültek azok az emberek, vagy azon, azon emberek egy része, akiket a felszábolt Bicskei táborból, igen, tehát Bicskén felszámolták a tábor, és átvitték őket Körmendre. Körmendre, ahol egy, egy sátortábor fogadta azokat az embereket, akik eddig egy viszonylagosan civilizált uh, környezetben, házakban laktak. Ráadásul ezek az emberek uh, egyfajta óvadékot fizettek azért, hogy ne zárt menekültáborba kerüljenek, hanem nyitottba, ahol... Ki lehet járni, tehát a, a, a viszonyaik nem egy börtönt idéz, idézik, hanem mondjuk egy, egy, egy kicsit elfogadhatók táborét. Hát valakit elvisznek Bicskéről, azt mondja nekik valamilyen magyar hatóság, valamilyen képviselő, tessék fizetni? K kicsit bonyolultabb. Van a zárt tábor, ami gyakorlatilag börtön, teljesen nonsense ennek az alkalmazása, hiszen ezek az emberek tényleg többnyire menekültek, semmiképpen nem bűnözők. De nem lehetne őket nem lehetne. Nem, nem, tudjuk, nincs értelme. Nem tudjuk. Tehát nem tudjuk. Az az igazság, hogy nagyon kevés, de abban sincs teljesen igaz, bocsáss meg, hogy a szabadban vágok, csak hogy hogy az az igazság, hogy nagyon kevés információnk van ezekről az emberekről. De semmiképpen nem, nem. Tehát tudjuk, hogy, hogy ez egy kicsit olyan, mint a boltban mindenkinek a táskáját átkutatni. Tényleg vannak bolti ö, szarkák, akik lopnak, de ez alapján ugye nem lehet egy Leszze. alapvető ö, megközelítés, hogy akkor mindenkinek. Tehát, hogy nem mindenkinek a táskát kutatják át a Így boltban? Meg, meg problémás is lenne, mert az alaptörvény meg, szerint mindenkit megillet a, Igen. az ártatlanság vélelme ezek az emberek zárt táborba kerültek, volt annyi pénzük, hogy óvadékot fizessenek, amely óvadékot ugye akkor kapják vissza, ha nem szöknek meg. Mennyi az 1000 euró körüli. Egy ezer euró? Így van, tehát 300 ezer forint körüli összeg, amit ezek az emberek fizetnek. Kikerültek egy a elnézési. bicskei táborba. veszik a zsebükből ezt az 1000 eurót, akinek van a Igen, elmesélem, hogy ez hogyan lehet náluk. Ez egy másik, másik érdekes történet. Minden esetre ezek nyílt táborba kerülnek, majd a következő pillanatban azt veszik észre, hogy még a, az eddigi zártábornál is rosszabb körülmények közé Igen. rakja őket a magyar állam egy fűtetlen ö, ö, sátorba. Körmenden. Körmenden, ahol mellesleg az ottani ö, riportom interjúi szerint valakik, akik a táborba dolgoznak, nem lehet tudni, hogy a biztonsági őrök, a rendőrök, vagy vagy a velük foglalkozó egyéb hivatalos személyek. Azt mondják, hogy egyébként itt van 20 km, az osztrák határa. tudjátok. Nem mondják, hogy szabjátok. Nem, nem de mondják, de... hogy akarjátok. Igen. Ezek az emberek valószínűleg ö, tényleg tőlük tudják meg, hogy itt van az Majd a, a Bevándorlási Hivatal közli önökkel, hogy egyetlen alkalmazottjuk sem mondott ilyet senkinek. Igen, ez jól érti az ember. Így van, így van. Mindenesetre ezek az emberek nem valószínű, hogy maguktól találnának ki egy ilyen történetet. Annyira nincsenek tisztában a helyzetükkel, földrajzilag sem, hogy, hogy hogy nem tudom elképzelni, hogy ők maguk ö, kikeresnék. Ezt ez az, az ezer eurót, eurót mikor kapják vissza? És ezt az ezer eurót akkor kapják vissza, azt hiszem, a, a, egészen pontosan nem vagyok tisztában az ügymenettel, amikor a, a kérelmüket elbírálták, vagy pozitívan, vagy negatívan, és ők még ott vannak. Uh -huh. Minden esetre ezektől az emberektől elveszik a pénzüket azért, hogy jobb kerülmények közé kerüljenek, berakják őket egy sokkal rosszabb táborba, majd megmutatják, hogy merre van Ausztria, azaz egyrészt megszabadulnak a menekültek, vagy megszabadulunk a menekültektől, másrészt pedig valami fajta kis pénzhez is jut az állam. És egy félmondat erejéig, hogy az ezer euró honnan van ezeknek az embereknek a zsebében, ugye ez tavaly még egy jellemző a felvetés volt, hogy honnan van ezeknek az embereknek jó módi, mobiltelefonjuk, a legtöbben, akik elmenekülnek otthonról, eladják mindenüket, tehát adott esetben készpénzben nagyon sok ö, jó, az ö, eurójuk jó. lehet, ö, és ebből marad még. Tehát hát, aki születi, pénzét pénz, pénzé Van még vevő, de hát ezt nem tudom, hogy van-e van, Azért általában ez mindig úgy működik, hogy az ügyeskedőknél. Tehát ez mindig egy a válság kezdete óta ezt is mondják, hogy hogy lehet nekik Nike cipőjük, hogy lehet nekik mobiltelefonjuk, hogy lehet náluk tízezer euró. És akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy figyelj, van egy lakásod, jobb esetben egy autód, egy középosztálybeli ember vagy, van egy lakásod, egy autód, egy egy, mit tudom én, pár ruhád, aranyékszer a családban, ha menni kell egy héten belül, el lehet, vannak élelmes emberek, akik arra, arra építékeznek, hogy egyszer vége fog ez érni, és át lehet iratni az egyébként 40 millió érő lakásodat 3 millió forintért valakinek a nevére, aki készpénzben kifizet, mm. amikor neked el kell menned, mert éppen elüldöznek. És akkor így van egy, mert másképp nem lehet, így van ezeknél az embereknél pénz. Amikor ön elkezdett ezzel foglalkozni 2013-ban, akkor még se kormánypropaganda nem volt, semmi nem volt, mégis azt találta, hogy ez a közösség vámos szabadban nagyon megosztott és van a zsigerből azt mondják, hogy szó nem lehet hogy róla. szó nem lehet róla. én egyébként pont a stereotípiára akartam reagálni, hmm. hogy hogy én abban nem vagyok biztos egyébként, hogy a, vagy ez egy oda-vissza játék szerintem a kormánypropaganda valójában inkább ráül valamire, ami egyébként fakad az emberekből és egyébként annak hatására még erősebben fakad az emberekből, szóval hogy ez ez oda visszajön, mert 2013-ban ugyanezeket a, ugyanezeket a mondatokat hallottam akkor és ott a faluban, amit mondjuk 2015-ben később már az összes közösségi médiában, a kormány oldalról, vagy a bármilyen platformon az ember visszahallott ugyanazokat a, a vitákat, ugyanazokat az érvrendszereket. Miért van pénzem, miért van telefonja, miért nem jön legálisan gazdasági bevándorló, ilyen ember, olyan ember, biztos tanulatlan, biztos terrorista. Minden olyan félelem, ami, ami ott motoszkált az emberekben, kiszakadt hirtelen, mert egy olyan váratlan impulzus érte őket, amire nem tudtak máshogy reagálni, mint az összes zsigeri félelemmel, ami bennük volt. Ez hozzá hozzájön persze természetesen az, hogy 2013 óta terrorban életek történnek az, az Európai Unión belül, valóban zajlik egy véres háború, sőt az egész Közel-Kelet forrong és, és lángol, tehát egy csomó ilyen hír jön befelé. Azt gondolom, hogy egyébként az embereknek a félelmeit, meg a, a, az ezeket a reakciókat, ezeket nem kell feltétlenül ö, a tudatlanságuknak be tudani, Valóban vannak problémák, én szerintem ebben, tudunk vitatkozni, valóban vannak problémák, az integrációval itt Európán belül, azzal, hogy, hogy azért elkülön, elkülönülnek ezek a közösségek, és tehát, nem, tehát a migráció az nem egy mostani probléma, most nagyon látványos lett. De hogy, hogy a, összemosódik a két probléma. Tehát egyszer van egy olyan kérdés, hogy integrálni azokat az embereket, akik már bent vannak, státuszban vannak bent Európán belül, meg az, hogy segítséget nyújtani és menedéket nyújtani. Ez két külön probléma. Az legnagyobb probléma a kormánykampányjal, ami szerintem a legnagyobb probléma az, az hogy ez egybe van mosva. Tehát, hogy ez nem két nem különként. Visszatérünk ide mindjárt, csak szeretném érteni, mi a különbség mondjuk Svédországban, milyen állapotok vannak svéd menekültáborokban, ha vannak egyáltalán menekültáborok. Nincsenek menekültáborok Svédországban. Svédországban, ahogy egyébként például Ném Németországban is többnyire, úgy oldják meg a helyzetet, hogy a kormány lakásokat bérel, és ezekbe helyezi el a menekülteket, figyelve arra, hogy a társadalom egészével keveredjenek. A tavalyi menekült hullám miatt ez nem mindig ö, volt megoldható, hiszen nagyon rövid idő alatt nagyon sok ember érkezett, tehát vannak olyan helyek, ahol ö, tényleg kritikus a helyzet Svédországban is, egy ö, néhány ezer fős falucska mellett a, a falu népességét adott esetben meghaladó számú menekültet ö, raktak be. Fontos azonban megemlíteni, hogy ezek ideiglenes ö, intézkedések, és próbálják a, a menekülteket ö, szétosztani az országot. De gondolom, hogy, hogy hivatalos kormány propaganda ellenük nincs. Nem, sőt. Se Svédországban, se Németországban Nem, se Sőt, ö, éppen ellenkezőleg az érzékenyítés folyik, megpróbálják az embereket ö, ö, nyitottá tenni a menekültek problémájára. Egyébként nagyon nehéz most már a magyar ö, menekültügyi gondolatkészlet ismeretében megmagyarázni, hogy mi van Svédországban, tehát, ö, vagy Németországban, annyira más, tehát amikor arról van szó, hogy, hogy Németországban vagy Svédországban növekszik a menekült ellenesség, akkor, akkor, akkor azt úgy kell érteni, hogy a legmenekült ellenesebb ö, svéd is, vagy akivel én beszéltem, a nagyon kritikus svéd is egy átlag, menekültek iránt, inkább pozitív magyar ember véleményét fogalmazta meg. hogy de vélhetően kérdezem, nem tudom, nyilván ön is járkál minden Európában. Igen. Kérdezi az ember, hogy összességében mondjuk a kettő vagy másfél vagy egy évvel ezelőtti véleményhez vagy uralkodó felfogáshoz képest hogyan áll a helyzet? Romlott, javult, ugyanaz maradt? Romlott a helyzet. Tehát romlott. Az, igen. Svédországban igen. is, Németországban Svédországban is. is az a különbség, hogy ott nem feltétlenül válaszok vannak, hanem egyre több a kérdés, hogy akkor ezt a helyzetet hogyan oldjuk meg. Amikor például egy svéd integrációs szakemberrel beszélgettem tavaly év végén, akkor feltettem neki a kérdést, hogy jó, látom, hogy vannak itt olyan zónák, ahol tényleg nagyon sok az integrálatlan külföldi származású svéd, tehát ezek ezek az emberek már valamilyen szinten megkapták a, a svéd letelepedési vagy egyéb engedélyeket, Ö, hogyan szeretnék integrálni, és azt, mondja, azt mondta, hogy Egyelőre most nem az a probléma, hogy hogyan integráljuk az embereket, hanem most azt kéne megtalálni, arra kéne választ kapni, hogy mi az, hogy integráció. Ez mi mindjárt megkérdezzük Önt, egy pillanat még Ön mit tapasztal? Nagyon-nagyon sok összehasonlítási alapon nincs, de akikkel én beszélgettem, főleg Németországban jártam az elmúlt évben, Azért nagyon sok embertől hallottam, hogy, hogy telik lassan náluk is ez a pohár, de hogy drasztikusan nem fogalmaztak, az biztos. Megoldást keresnek, nem elégedettek a jelen helyzettel, de azok a, azok a kijelentések vagy azok a, a megoldási javaslatok, amik mondjuk adott esetben nálunk felmerülnek, az nekik eszükbe se jut. Uh -huh. Ennél azért sokkal kiegyensúlyozottabb valamilyen változást keresnek. Alapjában, alapjában félelmet vagy ingerültséget tapasztal, vagy mind a kettőt? Én inkább félelmet láttam. Inkább félelmet. Inkább félelmet, igen. Jászmerény úr, ha jól értem önt, meg amit önről, meg öntől olvasni, meg lehet, ön azt mondja, hogy az integráció ez egyszerűen nem megoldható? Kérdője. Én Csak nem, az meg Nem, nem, nem. Talál. Én ilyet nem mondtam. Egyrészt nem vagyok szakember az integrációnak. Másrészt én azt mondtam, hogy nem megoldott. Hmm. Tehát nincsenek erre válaszok. Az és az előbb azt mondta, hogy mi az integráció, hogy itt ez a kérdés. Elmondom a tényeket. Tehát ezek a valóságok. Ezek a társadalmak, akik a közel-keletről érkeznek Európába, ezek hagyományosan szektáriános társadalmak. Elnézést, csak hogy tisztázzuk, közel-kelet, Afganisztánt is ide értik? tehát akkor mondjuk úgy, hogy a... Pakisztán, Afganisztán, Akik ezekből a krízisövezetekből érkeznek, így akkor pontosan fogalmazok. Ezekből a krízisövezetekből, ezek hagyományosan szektáriánus társadalmak azért mondjuk Pakisztán nem, mert ugye pont a... Szerintem Szíria is kérdéses. Azt gondolom, hogy ez azért, tehát, azért lenne így problémás. Tehát a... nem akarok belemenni szakmazni, de erről beszélgessünk majd adáson kívül, de hogy, hogy amit tudni kell, hogy alapvetően mind a sítáknál, mind a szunitáknál, mind a keresztényeknél ebben a térségben elkülönül egymástól a házasodási szokások, az ünnepek, a névadási szokások ellentétben Európával, ahol mi találkozunk egymással, bemutatkozunk, én nem fogom megmondani valakiről, csak nagyon extrém esetben, hogy zsidószármazású, ö, katolikus, protestáns, milyen kutya, nem tudom megmondani. A közel-keleten egyszerű bemutatkozással én tudom azt, hogy ez szunita, sita vagy keresztény. Mert a nevében benne van ez. A szunita kódol. vagy sita is benne van? Természetesen. Mondok egy példát, amikor ugye Ostroma volt, ez egy nagyon szomorú, a hasdássábi, tehát a, a síta önkéntes csapatok, azok név alapján konzolták fel az embereket. Tehát, aki valaki azt mondta, hogy az én nevem Omar, akkor ez egy szunita név, akkor, akkor ott megölték. Jó. És ez, ez zajlik. Tehát egy ilyen szintű etnikai tisztogatás van. A probléma innen fakad az integrációval, hogy ezek a társadalmak, mondjuk a a, úgy élték, tehát ez, ezek a közösségek úgy élték túl egymást ezen a térségen, hogy elkülönültek, tehát külön ünnepekkel, külön minden együtt. Ezek mesterségesen létrehozott államok, amik, amik, amik nem ö, nemzeti alapon jöttek létre, a nemzeti tudat sokkal később jelent meg a közelkeleten, és nem azért indultak meg Európa felé, hogy magukhoz elejék a mi liberális demokráciáinkat és a, a sokszínűségünket, stb., hanem azért, mert éppen ölik őket. Ez nem jelenti azt, hogy ők fel akarják adni a szektarianizmusokat, fel akarják adni az elkülönülésüket, és hát ugye van egy ilyen nagyon szomorú, és ez is tény, van egy ilyen nagyon szomorú tévképzet, hogy ha ide érkeznek Európába, itt minden annyival jobb lesz, hogy és amikor nem, akkor ez gyűlöletet szül, ez frusztrációt okoz, és hát ugye, ami, 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 miatt ez nekem kifejezetten problémás, hogy, hogy, hogy a menekült krízisben az integrációval beszélünk, hogy 2014-ben amikor az iszlám állam éppen a kurisztán támadt, tehát amikor megállították. Én akkor találkoztam a hazafér szövetségének a, a, a ügyintéző titkára, a Malabáktérrel, ez az leg, egyik legnagyobb párt a kurdoknál. És azt kérdezte tőlem, hogy miért, küld, miért jönnek ide az európaiak ölni. És te a második harmadik generációs arabokra gondolt, akik ugye egy nem, de európai zsihadist. Európai dzsihadistákról Nyugat-európai európai országokból nyugat, oda mennek. Nyugat-európai országokból dzsihadisták, mert az, azzal is szembe kell néznünk, és hogy, hogy, hogy ugye ez egy, tehát ezzel kezdődött, nem tudom, emlékszel arra, emlékeztek -e arra, a Vice News még miatt a krízis elkezdődött van a 2013 végén, hozott ilyen fényképeket közöltek, hogy a, a jó dzsihád hogy ilyen arany, aranyozott kalasnyikovokkal, tehát a szíriai konfliktusban, meg, meg medencén, és a többi, Tehát, hogy ez egy vonzóbb életmód lehetőség volt mint, mint mondjuk kiszolgáló személyzetnek lenni, megdolázva mosogatni, vagy bármilyen ilyen helyen. Földes úr, ön hosszú évek óta foglalkozik ezzel, ha ön most behívja egy magyar kormányi vatan, adjon tanácsot, hogy mit csináljunk, meg hogy mi, ön szerint mi lenne az integráció, hogy mit kéne csinálni. Ez, egy... ez nálunk nem kérdés, mert igen, nincsenek emberek akar... integrálni Nagyjából azt hiszem 4-500 ember, 4-500 menekült van most a, az országban, vagy migráns, attól függ, hogy hogyan fogalmazunk, tehát ö, ezen ö, tömegnél ez gyakorlatilag nem, nem kérdés, és amíg ö, Németországban jobbak a, a körülmények, addig, addig nekünk ezzel igazából nem sok ö, dolgunk van, tehát... Nekünk egyszerűen humánusan kéne bánni azokkal az emberekkel, akik ide jönnek, és nem pedig valami fajta nekem elvakult vagy elvadult ideológia mentén kellene őket ők kezelnünk, hanem emberként bánni velük. Tehát amit látok röszkén, vagy amit láttam körmenden, azt mondom, az mondom, az egyszerűen Európában elképzelhetetlen megoldás de Magyarországon is ugye ön muszlim. Alhamdulillah, igen, de nem gondolom, hogy ennek pármi köze lenne. Nem csak kérdezem, hogy Magyarországon... Maga milyen vallású? Én semmilyen. Tehát azért mondom, hogy most bejön Magyarországra. Nem csak azért kérdezem, mert nyilván van tapasztalata abban az értelemben, hogy igaz-e az, hogy a muszlimok mindenképpen el akarnak különülni. Mert Magyarországon azért vannak muszlimok, nincs van nagy erő. Ez nem az iszlámban van benne ez nem az iszlám, ezek az arab népcsoportok, meg alapvetően ez a térségre jellemző. Van egy vallás, ennek rengeteg interpretációja lehetséges, de ez nem, tehát ne, ne, ne csináljunk már ebből keresztény üldözést, vagy egy fordított keresztény üldözést, vagy ilyesmit. Nem a muszlimokkal van a probléma, tehát hogy hogy az, hogy ezeket a társadalomban a nagy része muszlimok, ez abban nyilvánul meg, hogy van egy ilyen, tehát egy nagyon-nagyon olyan térségről beszélünk, ahol meghalt az oktatás, ugye az egészségügy már régóta minden halott, egy masszáról van, szóval nagyon, nagyon minimális tömegnek van bármilyen műveltsége, és itt nyilván bejöttek azok a jól megfinanszírozott szélsőséges ideológiák, de ennek alapvetően nem vallási színezete van. Ez a konfliktus, ez, tehát ez a probléma, az, a migráció, meg ez nem vallási probléma. Nem attól fogja, az egy dolog, hogy mondjuk azt azt követeli, hogy vegye fel a, a, a nikábot, vagy bármi de ez nem feltétlenül csak ilyen, tehát nagyon tágan lehet ezt értelmezni, hogy akkor most, mert így ír a, a korán, hogy, hogy legyen visszafogott a nő. Nagyon tág az értelmezési lehetősége ennek. Nem gondolom, hogy ez vallási problémán, nem arról van szó, hogy jönnek és el akarják venni, ránk, akarják erőltetni a vallásukat, hanem arról van szó, hogy itt vannak egy csomó, csomó, csomó népcsoport, akik nem európai kultúrkörben szocializálódtak, nem európai az értékrendjük, én egy európai ember vagyok, nekem európai az értékrendem, az, hogy az iszlám az én vallásom, az ebben a kérdésben nem releváns. Ezt én, mert megtanultam azt, hogy szeparáljam a politikától a bármi ilyesmit. Ez ezekben az emberekben nincsen meg. Én azt gondolom, nem vagyok szakértő, és nem is szeretnék szakérteni Azt gondolom, hogy, hogy ebben a, a kérdésben ki kell kényszeríteni az integrációnak azt a hogy meg kell érteni az együttélésnek a szabályait. Hogyan lehet közösségekben együtt élni, mik azok a határvonalak, ameddig el lehet menni, mik azok, amiket nem lehet elmenni. Tehát nem megyünk itt tömegével ö, zaklatni nőket, nem csinálunk olyan dolgokat, amelyek amelyek normaszegésnek minősülnek Európában. Ezekben az országokban? E Európában. Okay. Nem kötelezem arra, hogy az én vallásom szerint, nem, 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 de ez egészen nonszensz. Tehát, hogy ki van hegyezve ez az iszlámra, ez az egész ö, konfliktus, és közben, tehát, bocsánat, Magyarországot 150 évig keresztül szálltak meg a törökök. Itt van az iszlám azóta, tehát egy csomó mecset van, imaház van. Tehát zavart ez bárkit az elmúlt tíz évben? Tehát ön azt mondja, hogy a törvényeket meg kell tartani. Én azt gondolom, hogy a törvényeket kell betartani, de ez nagyon sok, nagyon sok problémára egy jó válasz lenne, hogyha a létező törvényeket, amik vannak, tudnánk kikényszeríteni, betartatni. Tehát akkor talán nem lenne az, hogy most szélsőséges jobboldali csoportok vonulgatnak a kelet-magyarországi falvakban, mert lenne rendőr, aki mondjuk az olyan problémákra, amikre ezeket kihívják őket, akkor azok meg tudják oldani. Nagyon jó lenne, hogyha nem ezeken az embereken akarnánk bosszút állni azért, nem van egy elképzelt mumusunk. Hanem azokkal foglalkoznak, amik valódi problémák, tehát azzal, hogy Németországban vagy különben ne legyenek ilyen éjszakai zavargások, ne legyenek olyan nógózónak, no ahol tényleg beszólogatnak embereknek, hogyha oda mennek bármi miatt. A rendőr ezekkel foglalkoznak. Én, én azt gondolom, hogy ez. Nagyon kevés idő, majd meg tud változni a gondolkodásunk. Um... Én, elég, én nagyon naívan kezdtem, amikor elkezdtem forgatni, elképesztően naívan. Tehát olyan kérdéseket tettem fel, hogy, hogy miért, miért nem hívjuk meg mondjuk a falunapra a menekültábor lakóit, főzzenek valamit a saját, saját otthonuk ízeiből, hogy egyel közelebb kerüljenek, hogy embereknek tűnjenek a, azok szemében, akik, akik félnek tőlük. És egyre szkeptikusabb lettem, és, és egyre szkeptikusabb vagyok, és egyre ijedtebb vagyok attól, hogy nem látom azt, hogy, hogy hogyan lehet ebből még nem is fájdalommentesen, most már lassan akárhogyan kikeveredni, és egyébként még nagyon gyorsan akartam reagálni a, az integrációra, ami nekem egyáltalán nem szakterületem, csak nekem már az ijesztő, amikor azt mondjuk, hogy a menekülteket integrálni. Kiket? A muszlimokat, a, a kereszténységük miatt elmenekülteket, a szomáliaikat, az eritreiakat, vagy a pakisztánokat, kiket? Tehát, hogy ezek annyira, én, én gondolom, annyira hogy... tág fogalom, hogy a menekültek, hogy nem lehet. De teljesen igazad van, tehát az a baj, hogy ugye ha hosszasan tudnánk erről beszélni, definiálni, hogy én azt gondolom, hogy azokat szükséges integrálni, akik nem Európában nőttek fel, és nem az európai kultúrkörnek, az európai normarendszernek a szokásai szerint szocializálódtak. Ez azért jó behatárolható. Ez igen. Így. Földes úr, hogy lehet ebből kikeveredni? Azt gondolom, hogy, hogy nem kérdés, hogy ezzel a, hogy, hogy, létezik integráció, lehet fájdalmasan, vagy lehet valami fajta kultúrált és szabályozott módon levezényelni ezt a folyamatot, de szerintem az ügy megfelelő kezelése véget, azt érdemes tudatosítani, hogy ez a folyamat megállíthatatlan. Tehát a világ nagyon sok okból kicsi lett, könny, könny, könnyen leküzdhetőek a távok, nagyon könnyű információt szerezni más helyekről, és ez a, ez a, ez a, ez a menekült válság, ami most zajlik, ez, ez megállíthatatlan. És, Megálltad és, már, mint Európa számára, gondolom az a a, a a világon azt hiszem, hogy több mint 20 millió ember ö, számít most menekültnek. 60, 60 millió ilyen. Ö, elhagyni kényszerült a lakásukat. E, igen, akik elhagyni kényszerültek a lakásukat, és, vagy a lakhelyüket, és 20 millió ezek közül, aki, aki konkrétan egy más ö, szabályrendszer szerint menekült. Óriási tömeg ö, mozog a világban, meg kell találni a, a módját, hogy, hogy együtt éljünk, Ö, és ennek vannak konfliktusos és nem konfliktusos módjai, én azt gondolom. Fél percünk van megállítható, megállíthatatlan? Ön én mit gondol? Én, én is azt gondolom, hogy ezt, tehát kerítésekkel nem érünk el semmit. És én, én nagyon sok minden, tehát azért vannak nagyon sok pozitív hozadék, amiről nem beszéltünk annak, hogy most itt egy kommunikáció indult meg azért Európában, amiről nem beszéltünk az államok között, mm amiben nem lehet teljesen elítélni a magyar kormányt, tehát százszerűen nem, nem lehet demonizálni a magyar kormány mindenben. Én szerintem ez egy hibás elképzelés, hogy mi meg kerítéseket megállítjuk a menekülteket. Nem fogjuk megállítani őket, és még jön a java. Azt Akkor ezt itt most felfüggesztjük. Köszönjük, hogy eljöttek. Máskor is várjuk önöket, mert ez nagyon fontos téma.